szavaztok, gyerekek, hát nézzetek, hogy mit csinált a képer. Figyeljetek, én végig sem megyek benne, mert olyan hosszú basszus, hogy csak időhúzás lenne az egész. Hát nagyon levettem cseszve, egy csomó minden miatt, de mindjárt kép. Olyan, nincsen idő semmire, úgyhogy készüljetek a rohanásra. Figyeljetek, az a szituáció, hogy kellene rengeteg fa, kellene rengeteg lé. Úgyhogy már, hú, bazen, baj van, gyerekek. Nincsen izék, nincsen kajánk. Jaj. Túlélem a hordát, aztán az izét meg nem fogom. Mi a... Tudjátok, hogy mit. Úristen! Tettem egy ilyen elég durva kijelentést. Már... Ja, meg nagyon jól számoltam. Úristen, kiszámoltam, hogy a 30x30 az 1500. 1500, aztán közben meg hát ugye nem 1500, hanem csak 900. Úgyhogy egy kicsit túllőttem a célon. Kiástam egyébként az alagutat éjszaka, 4 óra 43-ban. A nap hossza föl van téve jó hosszúra. Tehát ez a rész, ez valószínűleg, hogy izéig fog menni. 10 óráig, és akkor külön lesz egy zombi horda is. Mit akartam mondani, srácok? Igen, hát nem nagyon akartatok jönni ásni. Norvég mondta, live-on belül, hogy basza gyerekek, nem nincsen kaja, nincsen semmi baj van, basza, komolyan mondom. Igen, nem hoztam el, ja, levettem csezve, hogy nem hoztam el a modifikációt a izéhez. Mihez? Ez a kalapácshoz, azt akkor egy kicsit gyorsabban tudtam volna ásni. Hát kélottam mind az őrüttek gyerekek. Szenvedtem mind a Pilátus macskája. De nagyon kell dolgozni, meg nagyon baj van, mert igazából nem nagyon van kajám. Nem tudom, hogy az éjszaka az rispódolt-e, el kell menni a Jennyhez. Aztán akkor közszerezni kaját. Nincs kaján gyerekek. Ez konkrétan semmilyen kaján nincsen. Úgyhogy lehet, hogy a zombi ordát túlélem, de a kaját, kajával meg ilyen halok. Egyébként arra gondoltam, mindjárt mondom, hogy akkor ebben a részben föl kéne upgrade-elni ezt a piramist, és akkor itt kéne túlélni, meg kéne próbálni, mert ott egy zombi, hát nem hiszem el, hogy zombi van. Gyerekek, semmire nincs idő, hallod? Olyan szinten rohanás lesz ez a nap, hogy az őrület, úgyhogy rá lehet készülni. Ja, nem, akkor Norvég írta, hogy az augerjét, ha hozza, akkor jön ásni, amúgy nem. Tehát az nagy csalás lenne, hogyha becsitelnék neki egy augert, úgyhogy... Jaj, már éhes is a csámó egyébként, hogy a szem álljon meg, komolyan mondom. Na várjál, el kéne menni a Johnnyhez, nem? Aztán hát, hogyha akkor tudunk ott kaját venni. Komolyan mondom, úgy veszem a kaját a bajátok. 1500 pénzem van, úgyhogy nincs, nem is vagyunk túl elengedve. Ó, srácok, hát itt mi lesz még máma? Mi lesz még máma? Várjatok, kizét kéne... ja, nem kell craftolnom. Hát figyelj, ki kell próbálni az izén, hogy hány blokk. Hány darab flabokkom van? Most komolyan kell 9000 fa blokk ahhoz, hogy felupgrade-eljem ezt az egészet? Nem 9000, mert ugye 8 kell, lehetjez akkor egy ilyen 6000 flabok. Fablok. Azért az kemény lesz, nem tudom, hogy ez hogy fog megvalósulni, jó gyerekek. Lehet, hogy egy olyan dologba fogtam bele, amelyiket nem lehet megvalósítani. Mármint időn belül nem lehet megvalósítani. Megvalósítani mindent meg lehet, csak nem ki tudja, hogy mennyi időn belül. Egyébként azt utálom azt a... Szokták mondani azt a... Van az a tipikus, annyira bárgyú az a mondás, hogy mindent lehet, csak akarni kell. Na, ez a legnagyobb hazugság az egész világon. Mindenki írja ki mindenki, hogy mindent meg lehet valósítani, csak akarni kell. Meg hogy... Nem a... Van fizikai falnak, odébb tudtam tolni róla. Ez egy akkora baromság. És hogy tényleg mindenki ezzel így nyugtatja magát, meg így írja, hogy hát az álmaidat megvalósíthatod, meg ízé, bármit megvalósíthatsz, csak akarni kell. Hát gyerekek, hát én ha mondjuk akár mennyire is akarok, mondjuk a Plutón lenni holnap délután, most ez egy durva példa volt, vagy a Marson, hát valószínűleg, hogy nem fogok ott lenni. Ha a fejemen pörgök, akkor se. Úgyhogy ez a... Csak akkor még bármit meg tudsz oldani, ez egy akkora nagy hazugság, hogy azt... Ordas nagy hazugság. Ezzel álltatnak benneteket, akkor felejtsed el. Jó, nyilván, igen, meg lehet, bármit lehet, amit meg tudsz valósítani. Csak akarni kell. Ez olyan, hogy olyan kevény traktorom van, hogy föl tud menni még a Sinai hegyre is, ha tud. És érted. És akkor olyan dolgokat akarok, amit meg tudok valósítani. Hú, én azt akarom megvalósítani, fölveszem azt a követ. Fuck yeah! Nem? És akkor mi értelme van? ez egy ilyen, nem, várjál már, a Johnny-t azt én mindig eltéveztem, hogy hol a Johnny.
A Huna Johnny, hát itt van baza mellettem, érted, én meg előtt is elmentem a városba ulálkodni. Johnny, itt van-e? Tanuljuk meg, gyerekek. Egyébként komolyan mondom, azon gondolkoztam, ilyen, vannak ilyen feliratok, azt kitáblázom a dolgokat, ilyen nagy felirata. Itt a Johnny hülye gyerek. Ne arra menjél, amerre nincsen a Johnny. A Johnny, a Johnny, a Johnny. Itt meg itt van egy bogár, gyerekek. Hát a rossz sem nem ette meg, hogy bejön. Bejön mindig egy bogár. Te, itt miért van betéve az ajtó? Mi a franc van itt, gyerekek? A Johnny, mi a helyzet? Van-e kaja? Van-e kaja? Arra beszéljünk. Hát gyerekek, erre fogom elcseszni az összes pénzemet. Hát, nem vagyok boldog, de most meg vagyunk szorulva. Búj, 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 zöldág. Zöld levelecske. Jukka csúz is jó lenne, ha lenne. Még van ezen a pénzem. A kajárak a fa... Hello, traveler. 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 Kaját adja Johnny, nincsen itt. Mi az, hogy nincsen kaja? Johnny! Megint nem főztél. Hát mi van itten? Úristen, nincs kaja egyébként. Látjátok, hogy nincs kaja? Nagyon nem jó. Várjatok. Johnnynek adok el valamit. Szelelek. Ez mi? 50-et ad érte? Hát a szeme állja meg a Johnnynek. Ez nem kapja meg. Gomba nem köl? Nem, figyeljetek, megfogadtam mindenkinek, hogy nem fogom eladni a cuccokat. Figyelj, veszünk italt, vegyünk kávét. 281 kávé? Öcsém, hallod, de a izébe Starbucksban nincs annyi a kávé. Jenny, nagyon nem vagy jól. Vegyünk ilyet. Jó, ez leveles, leveles tészta. Bútor azt egyébként a legnagyobb hülyeség megvenned. Lyukkos, vegyünk két sört, aztán el is hittük az összes pénzt. Ja, egy darab sör van. Gyerekek, el is ittuk a pénzünket. Vegyünk még két vótort, aztán akkor már tényleg lenul. 70-80, érted? Mehetek koldulni. Most aztán biztos itt lenne valami nagyon jó cucc, amit meg se néztem egyébként azért, mert... Inkább meg se nézem, basszus. Na! A Johnny, a Johnny, a Johnny, Johnny. Most el van kajánk. Most már túl vagyunk terelve. Meg kell enni az olyan kajákat, amik ilyen ideg. Ez egy salmon. Ez ilyen, minek nevezik? Van ilyen tipikus amerikai kaja, az a spam. Spam, azt hiszem, hogy spam. De hülye vagyok ki, fazzal, látótávolságra van a Johnny. Azt előtt meg elmentem, hogy látok be a városba, utána meg ki. Hész, hova mész, öcsém? Na! Igen, nem dobok el semmi, gyerekek. Ígére, ígéret. Csak az a nagy baj, oda a Clay, az jó! Na. Oké. Okay. Hát akkor fújjunk rá itt a dolgokra. Egyébként azt a 202 darab, ezt a blokkot be kéne izelnem, scrapölnem, nem? Ezt akkor lesz be 300-szva. Nekem nem kell most már olyan blokk. Meg van csinálva, igen, a létra, minden. Majd meglátjátok, csak most rohadtul pörgés volt, meg kell csinálni a dolgokat. Az a baj, áskányi is kö. Egyébként lehet, hogy van olyan modifikáció, ami kellene. De nem megyünk el érte, igaz, hogy lehet, hogy 10%-a gyorsabban menne a dolog, de viszont az meg 10%-ot rontan az idő, intervallum, amíg elmennék, ha elmennék. Úgyhogy nem szabad elmenni most, gyerekek. Na. Figyeljetek, legyünk mondjuk egy olyan 5000 fával. Ja, a külsejét kéne fel upgrade-elni. Azon gondolkodok, hogy az oszlopok nem fognak összerűni. Hogyha én kővel megcsinálom az egészet, de hát elvileg nem ja, úr, ettől úgy megijedek ettől az ízet, ha... Kicsit föl vagyok pörögve, jajajajajaj. Na. Jó, leszkrepeltük. Ja, hogy? Várjál már, leszkrepelte, vagy mit csinálta? Ripért nyomtam, ugye? Jajajaj. Lehet, hogy ezt a szkrepet nyomtam. Jó, csináljuk gyerekek ezerrel, nem tökörészünk. Ja, nagyon jókat rögtetek rajta egyébként, hogy kiszámoltam az 1500 blokkot. Nem tudom, hogy jött ki. Nem tudom miért. Annyira be vagyok pörögben éve, hogy össze-vissza beszélek. De jó, dumálom ki magam, mi? Gondoljátok. Ez van, gyerekek, ez van. Jó, mennyi ízünk van, mennyi fánk van? Fánk az nincs egy darab semmi. Pedig fánk az finom, ezt nem tudom leszkrepelni, nem. E kellene ültetni majd, mi? Figyelj, ja, ezeket vágom, valaki írta, Joe írta, hogy ezeket mire jók. Ezt adtam volna, az nem kell nekem. Homok, azt is kell gyűjteni, az a baj, mindent is kell gyűjteni. Mindent kell gyűjteni, gyerekek! Nem lehet eladni semmit. Mert akkor idejelek, kifaszolok, mert mindig akkor lecsesztek. Öcsém, ez nem kicsi az épület, de most tényleg hol van 2500 fánk van. Mindig a fánkról az jut eszembe, hogy finom fánkocska megenném.
Na próbáljuk meg. Megnézzük, hogy mennyi időintervallumba telik az, hogy én elkezdek izélni, upgrade-ölni. Ugye az a jó benne, hogy csak a külsőt kell. Nem, háromból megvan, az jó. És most nem tréjelünk, hanem csak ezt. Mondjuk ennyire, akkor már egyből csinálhatnám azt is, na? Töcsém, ezzel itt elkoppogatok egy darabig. Itt akarom tölteni az éjszakát, gyerekek. Szóval ahhoz izénékére. Fel kéne upgrade-elni. Mondjuk lehet, hogy hülyeség volt, hogy ide bástam. Mert akkor lehet, hogy úgy gondolják az zombik, hogy akkor... Hát, ha itt valami hülye nekiáltásni. Akkor ma... Gyerekek, még csak 169-et használtam. De végén még bazzer. Végén még túlszámoltam magam. Megint Démonhír írta, hogy... Ez olyan volt, mint a... Tudom, hogy kire gondolsz, csak most nem jut eszembe a neve. Kiszámolta, hogy 900 kiló kenyere lett a végén sütés után. De... azon nagyon rögtem. De egyébként tényleg én is így voltam. Figyeljetek, még csak 265. Ment el. Fuck yeah, fuck yeah. Próbálkozok el mederre. 337, ment el. És ugye minden sor kettővel rövidebb, tehát egy idő után már kevesebb is elég. Mindig kevesebb elég. Lehetne valami jó zenét. Jó izgalmas zene lenne mondjuk. Ugye nagyon sok bogyót és babócát be kéne kapni, hogy erre tudja táncolni. Mondjuk azt lehet annyit élni, hogy még a híradóra is táncol, szerintem. gyerekek, öcsém, hát itt... Még jó, hogy ilyenkor nem romlik a szerszám. Érdekes, hogy így... Hoppá, szintet lépte a gyerekek. Annyi XP-t kapunk így, amire ezt a piramist megépítem, arra izé leszek. Fáraó státuszba, level 100-ra fölmegyek, öcsém. Izé, rabszolgából fáraó lesz a kipöri. Gyerekek, már 6 óra 45 van, 7 óra van, úgyhogy nem tudom, hogy mi a pöcsöm. Figyelj, itt valaki itt kiütötte a dolgokat. Nagyon jó, most krepeltem be a dolgokat. Hát öcsém, itt valami izé volt, harakiri volt gyerekek, valaki itt ezt kiütötte. Harakiris volt. Azért igen. A tökömnek kell, valaki írta egyébként, hogy ő megépíti az 51x51-es piramist. Hát gratulálok, a hülyeség az így ragályos. De egyébként többen írták, nem, Némonhír írta csak. Talán, hogy ő már épített piramis jellegűt. Valaki írta, azt írta egyébként, hogy ez egy ilyen nagyon overkill bázis lesz, hogyha kész lesz. Ha kész lesz, igen. Az a baj, hogyha kész lesz, az ott van. Rohadt sokáig tart megépíteni. Jó, figyeljetek, az nyugtasson benneteket. Ilyenkor újra kezdődik? Ó, a szem álljon meg. Ne koppogass el, még nem kell izé, nem kell. De mondjuk ezzel sokra nem megyek ezzel a fával, úgyhogy mindenképpen cobblestone-ra kéne upgrade-elni. Van egy ötletem, gyerekek? Van egy ötletem. Figyeljetek, úgy kéne csinálni, hogy minden második blokkot, minden második sort kellene fel-upgrade-elni, elvileg ugye nem tudnak átjönni egy blokkon. Hú, az érdekes lesz. Az kemény lesz, mert ugye, hű, az nem biztos, hogy jó megoldás. Most így belegondoltam, mert azért nem. Mert ugye akkor a súly tartaná egy ilyen szar blokksor, azt lehet, hogy az akkor borul le össze az egész. Jó, hát ez egy kicsit lehet túlzás volt. Egyébként meglepett. Azt hittem, hogy nem nézitek az építkezős részeket, aztán írtátok, hogy tök jó az építkezős, mert általában mindenki csak questelésibe van. Mindenki csinál egy ilyen instant base-t, aztán akkor jó világ. Ez hamarabb, látjátok, ez hamarabb végez. Így próbálok nyugtatni benneteket, hogy ne aludjatok el, nem tudom, így majd szóljatok, hogyha valaki ilyen alváshoz használja a... és eszembe jutott valami, de mindjárt elmondom. Valaki alváshoz használja ezt a gameplayt, akkor így néha, hogy kéne kúrjantanom, hogy HELLO! Kérj föl, ne aludjál, még nem végeztünk!
Egyébként az jut eszembe róla, amikor még nem volt prémiumom, aztán én próbáljátok ki, tök érdemes. Most azt talán komolyan lehet, hogy ilyen hülyének néztek. Én nem vagyok ilyen spiri fajta, meg ilyen, nem hiszek én minden ilyenbe, de szoktam, ilyen, van ilyen nyugtatós zene, ami mit tudom én, ilyen ambient, tudod, nem tudom, ilyen deep sleep music, meg ilyeneket beütsz. Azt, hogyha halkan hallgattam, akkor, hát most már leszoktam róla egyébként, de hogyha szoktam hallgatni, akkor sokkal mélyebben alszok, és sokkal jobban kiszoktam magam pihenni, nem tudom miért. Na, erről eszembe jutott még valami, azt is el fogom mesélni. Na, és azt akartam mondani, amikor még nem volt YouTube Premium, az egy csodálatos élmény volt, amikor közben, meg így elkezdett trikányolni valaki, hogy mit tudom én, ment a nyugtató zene, tudod, aludtál, hajnali kettő, aztán reklámot meg beküldte, és akkor elkezdett kiabálni valami őrült, hogy háború! Háború párti baloldal meg akarja semmisíteni Magyarországot! Ne, meg mindenféle ilyen hülyeség volt benne. Úgyhogy szoktam élvezni, nagyon. Ja, erről meg az jut eszembe egyébként újabban, meg így, én nem tudom, én nem tudok aludni a nélkül, hogyha nem megy valami. És ugye ilyen YouTube-ot szoktam így elindítani, nem tudom, vagy gameplayt, vagy pedig sokszor dokumentumfilmet, de ilyen random dolgokra vált. De érdekes, az a durva, hogy olyan dolgokra vált, amit abszolút nem is nézek. És néha olyan tényleg olyan dolgok, ébredek reggel, hogy ez hogy került ide, és néha visszanézem így az előzményeket, volt olyan, hogy visszanéztem, és akkor mondom, úristen, én ezeket néztem, hát nem csoda ilyen horrorfilmbe illő dolgokat álmodok, amikor tényleg az történik, hogy olyanokat nézek egész éjjel, úgymond, idézőjelesen nézem, mert ugye alszok rá, és ugye tök befolyásolja az álmodat, hogy mit hallasz álmodba, ugye tök így be tud szövődni. Úgyhogy ha kacér vágyaid vannak, akkor pornófilmet kell egész éjjel tolnod álmodba, és akkor szerintem reggelre fáradtan fog ébredni. Na, ez jó túlzás, de egyébként, ja, régebben egyébként tök durva volt, nem tudom, ilyen álmok azok tök érdekeltek régen, most már annyira nem. Régebben tudtam befolyásolni az álmaimat, tök jó volt. Most bocs, hogy ilyen random dolgokról beszélek, de valamivel elütjük az időt, szó szerint így elütjük az időt. De úgy tudtam befolyásolni, nem az, hogy mit álmodjak, hanem álmomba tudtam, hogy álmodok. És ez tök durva volt. És esténként úgy szoktam lefeküdni, hogy tök jó, megyek egy másik világba. Tök furcsa volt. Jó, most nem kell ilyen szijátriai duma, hogy jaj, mert menekültem a világ. Nem, hanem így rádöbbentem, hogy én rájövök én álmomba, hogy tudok álmodni, és tök jó volt, hogy amikor lefeküdtem, akkor tudtam, hogy fú, tök most menni fogok valahova. Valami érdekes helyre, vagy bármi, és nem is az volt benne érdekes, hogy tényleg nem tudtam befolyásolni, hol vagyok. De tudtam befolyásolni, vagy tudtam, hogy álmodom. Tehát úgy volt, hogy így elkezdtem álmodni, mondjuk Zalaegerszegen voltam a Kossuth utcán, és akkor így, most itt vagyok, tök jó. És akkor mit csináljak? Csinálhatok bármit. Így mentek körülöttem a járókelők, tök olyan volt, mint a Matrixban, mint a training, tudod? Amikor a Morpheus tanítja Neót, hogy abban a szimulációban, amikor ugye jön a vöröstő. De hát ez tök olyan volt, hogy így, jó. Körülnéztem, tényleg tök részletesen tudtam mindent, akkor, ha gondoltam, most ez abszurd, de így rácsaptam csapni egy csajnak a seggére, akkor annak volt valami reakciója, és akkor rendesen zajlottak az események, ugye. Ugye az agyat szimulálja az álmokban történő dolgokat, viszont tök durva volt, mert így leválasztott az agyam egy része, most ez halál komoly, lehet, hogy ez tök ilyen elég félelmetes meg minden, de tudtam, hogy álmodok. És akkor az volt a fura, hogy mivel tudtam, hogy álmodom, így rájöttem, hogy azok a dolgok, amik itt történnek, azok nagyon szürreálisak. Például voltak ilyen tér- és időváltások. Ugye álmodban vannak ilyenek, hogy így átkerülsz egyik helyről a másikra hirtelen, és az például olyan, hogy fordulsz egyet a szobában, már máshol vagy, és ez akkor nem tűnik durvának, hogyha nem tudod, hogy álmodsz. És ugye reggel így gondolkodsz az álmodon, hogy most akkor hol voltam? Hogy a konyhában voltam, de aztán hirtelen meg olyan volt, mint hogyha egy tudom, keresztanyáméknál lennék, és akkor hirtelen meg olyan volt, mintha egy mezőn lennék. Igen, ez így visszagondolva ugye nem annyira sokkoló, mint hogyha benne vagy, és ezt így átéled, és
tudatosan tudod, hogy ben vagy egy álomban. És ez nagyon fura volt, tényleg volt olyan, hogy állok egy szobába, és akkor fordulok egyet, és akkor már tök más helyszínen vagyok, és így a francba, hol vagyok? És meg szoktam lepődni, és legdurvább az volt, hogy bele szoktam majdnem minden álomba belekeveredtem valami hülyeségbe, mivel tudtam, hogy álmodok, és akkor csináltam a hülyeségeket is. És általában mindig az volt, hogy valami nagyon kihúztam a gyufát valakiknél, valamiknél, vagy valami horrorisztikus dolog történt, vagy csak egyszerűen meg akartak verni, vagy valami, és fel tudtam ébredni. Az volt durva, hogy ki tudtam jönni az álomból. Az a baj, hogy ahhoz kellett pár másodperc, és akkor általában egy gyors mindig be kellett zárkoznom valahova. Ezt halál komolyan így tök rájöttem, hogy fel tudok ébredni. Csak tényleg kellett hozzá pár másodperc. Hogy mondjam, most ezt megpróbálom elmagyarázni. Ugye úgy jöttem rá legelőször, hogy álmodtam, és akkor úgy voltam, hogy nem tudom, így valóban bemenekültem, mert amúgy is menekül az ember, ugye, hogyha üldözik például. És akkor így, de jó lenne fölébredni, és akkor így nem tudom, akkor már ilyen nagyon paráztam, és álmomban, és akkor lehúnytam a szemem, és akkor jó, de jó lenne fölébredni, és akkor így felnyitottam a szemem, és az ágyamban voltam ott van. Dik. Na, fölébredtem. És legközelebb, ugye, amikor volt álmodtam, akkor ezt már tudatosan megpróbáltam, hogy de egyébként tényleg voltak olyan szituációk, nem hiszitek el, de halál komolyan. Tökem, és az volt a durva, hogy ugye mivel így ébredtem fel, akkor emlékeztem is az álmomra, mert hát egy konkrétan egy olyan... Elfogyott, ja. Konkrétan egy olyan közeli emlék volt, hogy abban a pillanatban történt, tudod. De egyébként tudom, hogy az álom az hogy működik, mármint hogy a nem szakaszban álmodsz, és lehet, hogy pár másodperc alatt akár álmodhatsz órákat, és ezt nem tudom megmagyarázni, ez pontosan hogy volt valószínűleg én is a REM szakaszban, ugye a rapid eye movement szakaszban voltam, csak pár másodpercet, de én nekem az sok időre tűnt. De ugye most ezt hagyjuk, és megint szintet léptem, hallod, ez a legdurvább szintlépés, hallod, két szintet léptem. Most egy nem tudom mennyi idő alatt. Na és akkor ugye föl tudtam ébredni, és ugye mivel én ébredtem fel, egyből emlékeztem minden részletére az álomnak. Na, várjátok, közben elmondom ám ezt, mert azért valamennyire érdekes tud lenni szerintem. Lehet, hogy valaki is, más is van így, nem tudom. Annyira nem is olvastam utána, nem nagyon foglalkoztatott, olyan nagyon mélyen. Várjátok, pillanat, hol tartottam? Igen, nagyon furcsa szituációkban is sikerült felkelnem, tök emlékszem mindre. Volt olyan, hogy telefonfülkébe menekült ebbe kutyák elől, és akkor ott volt az, hogy az a baj, hogy nagyon nehéz volt felkelni, amikor zavaró tényezők voltak körülöttem. Tehát bemenekültem egy telefonfülkébe, és kint ugattak a kutyák, akkor úgy nehéz volt előidézni azt az állapotot, hogy így lehúnyt szemmel koncentráljak arra, amikor zavartak, ugye, hogy igen, ébredj fel. És voltak egy-két ilyen szoros helyzet, hogy alig bírtam fölébredni, és ezt is megosztam. És ez nagyon sokáig volt, szerintem ez évekig volt, és tök durva volt tényleg. Az ember az nagyjából álmodik ám mindig, ugye azt tudjátok, csak nem emlékszel rá. Általában akkor emlékszik az álomra az ember, amikor épp fölébred közben, ugye akkor van egy ilyen, hogyha akkor fölébresztenek, reggel csörög az óra, vagy ilyen dolog történik, általában akkor van az, hogy tényleg emlékszel az álmodra, de viszont mivel én keltem fel szándékosan, ugye akkor az álmomból jöttem ki, akkor ébredtem is fel, instant, akkor ugye emlékeztem is rájuk. Ja, ez elég szürreálisnak tűnik biztos, meg azt gondoljátok, hogy jaj, mit beszél, hülyeséget, de ez tényleg így volt, tök durva volt. Nagyon meglepő volt nekem is, higgyétek el. Meg hát, akkor még azt nem is volt internet időszak, nem is kerestem rá, azóta meg elmúlt az a képességem sajnos. Tényleg azóta elmúlt, nem tudok ilyet. És az már sajnálatos, mert különben tök élveztem, tényleg halál imádtam. Ja, igen, jó volt. Tényleg minden hülyeséget ezek csináltam. De tényleg a térváltások, meg az időváltások azok voltak durvák, hogy egyik pillanatban itt voltál, a másik pillanatban ott voltál. És az a durva, hogy ugye, ha csak álmodsz, és nem tudatosan, tehát nem tudod, hogy álmodsz, akkor ezeket annyira el tudja fogadni az ember. Így visszagondolsz álmodra, és akkor tényleg egyik pillanatban itt vagy, a másik pillanatban egy tök random ember mellett fekszel a lágyon, nem szexre gondolok, hanem majd tudom, hogy beszélgetve, és nem is gondolod, hogy az furcsa. Nem is gondolod, hogy furcsa.
És emiatt ugye nem tudatosodik benned, hogy álom, mivel egyszerűen nem jössz rá, hogy az úristen, hát ez nem valós. Pedig aztán rá kéne, hogy egyik átteleportálsz egyik helyről a másikra. Ja, írtátok egyébként, hogy mézet, azt most megtanultam valami könyvet, és azért kapom. Most már a fából is, úgyhogy ez tök jó. Szuper gyerekek. Jó, összeszedünk még egy 2500-at minimum. Jó, mert ugye egyre kevesebb kell, minél följebb jutunk. Úgyhogy bocs érte, hogy megint építkezős rész, de legalább megvesz a béz. És akkor tudok benne létezni, nem szeretek így random helyeken lenni. Gyerekek, tényleg leírtam az erdőt, mi a csem? Ez brutális, brutális. Jó, hogyha messze látok, nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy túl fogom élni ezt az egészet. Annyi, hogy szerintem kiütni nem fogok tudni a ráncsokon, úgyhogy a lőfegyverekre leszek hagyatkozva, hát nem tudom gyerekek. Ez mennyire fog működni, mennyi van? 1100. Ebből van vagy 4000, hát öcsém, lehet, hogy be fogunk szívni. Az a nagy alok, hogy lehet, hogy azt kéne csinálni, hogy csak a felső egy felét csináljam meg kőből. Nem tudom, hogy mit csinálják gyerekek, egy kicsit így el vagyok agyátlanodva, hogy hogy tudom ezt megoldani. Igaz, hogy még van 22 óráig jó sok idő, ugye föl van tolva a 24 óra time nagyon sokra, úgyhogy ez egy hosszú rész, de szeretnék végezni ezzel mindenképpen. Ugye oké, hogy így most tovább tudok dolgozni, viszont tovább, több kaja is fogy, meg minden ugye. Ugye meg ettől végig megijedek be az a kavaja boldog. Nem merek kidobni sebét be azért, mert olyan lecseszés lesz. Egyébként egy erővel csinálhatnék egy ládát oda, mert már. Csak még nem tudom, hogy alakítom ki, mert akkor mindenképp lesz valami külön konyha. Tudjátok, beszoktam így rendezni. Lehet, hogy lesz második szín. Lehet, hogy lesz a föld alatt egy ilyen... pánikszoba. Annyit akartam még, hogy valaki írta, hogy... most már úgy vannak megcsinálva zombiknak az útkeresése, hogy végig fognak menni nekem abba az alagútba. Mondom, az igen. Egy kicsit aggódtam, de közben rájöttem, hogy az nem így lesz. És egy dolog miatt jöttem rá, mivel, képzeljétek, mikor ástam az alagútot, akkor fölötte másodt a csávó. Megpróbált lejutni, és fölőlem próbált meg lejutni, megpróbált leásni, az meg is van egyébként az a lyuk, azt majd be kell tömnöm. Ki kellett mennem, nagyon kellett ütni, mert ásta a földet fölöttem. És ez még ott volt, hogy még nem is értem végig. Tehát a bejárathoz elég közel próbálta ezt megvalósítani. Tehát arra gondoltam, hogy ha így nem tudott, nem az alagúton keresztül jött hozzám, hanem megpróbált leásni, akkor esélyes, hogy nem fognak az alagúton keresztül jönni. Érted? Hogyha ebbe gondolkodott a keeper, jaj, elzsibott a lábam, bazen, az hogy sikerült? Jaj, az ujjacskáim elzsibottak itt a gépni, tényleg. Minden ujjam is külön zsibbad. Olé, olé. Hát ez a jó, hogy itt egy ilyen erdőben van. Egyébként mindenképpen nagyon sokat gondolkoztam, már mint így nem játékon belül, hanem amikor így voltam, nem tudom, kutyát sétáltattam, vagy bármi, hogy ezt hogy tudnám megépíteni ezt a bázist, és hol? Tök jó lenne, hogyha sík terep lenne. Viszont rengeteg fára lesz szükségem. Mondom, az akkor a kiégett erdő, azt mondom, az tök jó lenne. Mert az ott sok is a fa. Azt nem mondod, hogy oda a zombi befutott bezve. Most ez hal? Mi a pöcsön történik itt? Ez egy sikító zombi, nagyon marha jó. Jó, az sikított, most meg jönnek a zombik. De jó. De egyébként az... Nehogy már megint sikított. Mi az anya úristene van érte? Ha rá kéne minél jobban futtam, azt hamar agyon üdnem. Vagy pedig azt kéne csinálni, hogy egyszerűen nem megyek oda? Lehet, hogy azt kéne, gyerekek. Hagyjuk a picsába ezt a zombit. Minek az nekünk? Nem kell nekünk zombi, minek nekünk zombi? Hát senki nem akart jönni ásni. Hát komolyan mondom. Hát micsoda dolog, gyerekek, micsoda dolog. Ja, az egy vicces volt, így látom a szemem sarkából, vagy a perifériából, hogy zombi berohan, öcsém. Hát nem, azt fog. Azért gratulálok.
Szerintem egyébként egy olyan 3000 elég lesz, nem? Mennyire gondolunk? 2500 körül használtam el, ugye? Hát három sor van meg, viszont ugye fölül már tényleg nagyon gyorsan szűkül. Hogy befutott a hülye? Meg kell csinálni az ajtókat is, mert ugye most már akkor nem fognak tudni bejárni. Meg ugye, hogyha nem érzékel, hogy én ott benn vagyok, vagy akármi, akkor nem is kezdi el ütni, hanem ugye átsétálnak rajt, mert ugye kikerülik, meg nem fognak itt izéri, nem fogják random ütögetni. Mert azt nem értem, hogy azt miért ütötte ki valaki ott. Vagy lehet, hogy én vettem ki, amikor valamit pakoltam. Aztán lehet. A utas stamina, ez a legrosszabb dolog. Van ilyen ma? Valamit megnézek, Keeper. Van ilyen? Itt van-e? Itt a magasság. Plusz 35 méter. Köszönöm szépen, Digruskaja. Digruskaja írta, hogy ez nem hülye voltál, Keeper. Csak jobban szépen fogalmazott, hogy ott van a magasságom, úgyhogy itt tudok akkor mérni magasságot is. Hány blokk magas akkor elvileg ez az épület, gyerekek? Ott figyelj, ott a sétárajt, hallod? Ott a járkerárajt, baz a csaj. Hát de nem volt meghívás izére, bulira nem volt buli, gyerekek. Nyomjunk egy sört be, ígyunk egy sört. Aztán akkor ütjük meg. Figyelj, ott a jár körbe-körbe. De jó. Hát nem hiszem el, bazze. Vendégeink vannak. 10 óra van. Jó van, akkor elvileg meg 12 óránk van vissza. Ugye, jó szállva a Keeper, az megint kiszállva úgy, mint a 1500 blokkot. Meg ilyen 15 000 rekről beszéltem. Na, sikerült kimondani is. Az már egy előny. Na, 2500 megint, azt akkor nagyjából tudjuk, hogy mennyi blokkol. Hát nem tudom, hogy fel tudom upgrade-elni az egészet. Egyébként tényleg azt kellene csinálni, hogy minden második sort. Csak hát mondjuk akkor meg lehet, hogy be tudnak esni, mert ugye kiüti az alattal jövőt. Figyelj, ott a maszker állatjuk, bazzel. Nagyon kell ütnöm, mert ez nem lesz nekem jó. Ugye, stamina legyen. Figyeld. Ne! Sikorágássá! És meg is jöttek a hoverok. Jaj, de jó! Komolyan mondom, hát ez annyira hiányzott a Keepernek, mint szar a zsebbe, bazze. Hogy itt izé legyen. Mi van?! Nem vártam vendégeket, gyerekek. Na itt van ez a luka, amit próbált leásni hozzám. Érted most, hogy annyit kell volna gyalogolni, akkor ember vissza, figyeld, itt is jön. Meg van zavarodva izé a Deli Attila. Herbie. Nem úgy van, te meg a follow Anna volt? Azt a betyár. Na ez a csaj egyébként ennek azért van alakja, hallod? Ugye? Hozta is az izé cuci-bucit a Keepernek. Hozzad én, mi ez? Hozott egy dildót magával. Jó. Hát ezekre nem nagyon örülök, hogy itten ólálkodnak ezek. Na dolgozni kéne, várjál. Szögbelövővel gyerekek végigfutna rajta csávó. Figyeljetek, most látod? Most Norvég, most hogyha itt lenne, azért tudtál segíteni, itt ásnál mind a zőrület, kiásnál az alagutamat. Na egyébként ez még mindig az ajánlat, valaki jöhet ásni. Igaz, hogy akkor nem tudom, a cuccaidetet tudod hozni? Mint a Sugyi Maugerre kicsapnád pikpak. Nem néznék oda. Nem mondanák, hogy csitelünk, csalunk. De mondjuk az meg nem lenne olyan autentikus, hogy jönne segíteni valaki, nem? Mit gondoltok erről? Hát én úgy értem, hogy akkor nem én érném el, nem én zsákolnám be az XP-tért. Egyébként miért vagyok állandó szobjas? Mit ittem az előbb? Nem sört? De sört szerintem. Ennél volt sör? Hát, hogy volt nála sör. Gyerekek, én nekem köpi rabist építeni egyedül bazzel. Fáraónak. De halljátok, megint mindjárt szint, 3 szint lépésük lesz basszus egy izé alatt. És erről beszéltem egyébként, hogy akkor kéne ásnom, amikor már így tudok rakni a block damage-re. Koppogat a Keeper 1000-rel.
Épül a piramis. Rohadt lassan. Hú, töcsé. És akkor még végig kell futnom rajt. Cobblestone-nal is ráadásul cobblestone. Az még nincsen. Nincs elég. És lassan már mindjárt dél lesz. Jó gyerekek, lehet, hogy az lesz, hogy rohadnom kell, mind az őrület. Hornát nem lehetne túlélni biciklizve? Azon gondolkoztam. Vagy autóval, nem lehet, hogy mindig melekülsz folyamatosan. Egyébként van egy ilyen ötletem, hogy tudjátok-e milyen az a részecske gyorsító? Kezdődik. Na, a részecske gyorsító, vagy ugye az egy föld alatti alagút, mit tudom én, egy ilyen jó pár kilométer átmérőjű. Oké, eddig megvan. Csinálnánk a föld alatti részecske gyorsítót. Igen, hát most miért ne? Mármint egy több kilométer átmérőjű alagutat, amiben beraknék egy autót. Ugye? Ez mondjuk lenne egy 50 méter mélyen. Jó mélyen. Lenne egy lejárata, amit ugye távolabbról mennénk le, valahogy megoldanánk, hogy ugye ne ott akarjanak a zombik lemenni. Nyilván. És amikor kezdődik a horda, akkor beszállnánk az autóba, és folyamatosan mennénk körbe-körbe, és a zombik a felszínen folyamatosan futának utánunk. És ha ezekor kijönnénk. Amikor vége? 4 órakor. Na, mekkora ötlet? Szerintem ez simán megvalósítható, de nem is kellene izé hozzá autó, hanem szerintem még bringával is, mert ugye akkor föld fölött futnának. Tehát szerintem sok olyan gyorsan mennénk bringával, kb. Mint rohadnak utánunk, értitek? És akkor ez így tök megoldható lenne. Én ebben gondolkoztam, hogy lehetne egy ilyen részecske gyorsítóhoz hasonló túlélő bázis, és akkor konkrétan akármilyen hordát túl tudsz élni. Mert gyakorlatilag menekülsz. Ugye a föld fölött azért lehetne ez kellemetlen, mivel jöhetnek madarak, meg közben ugye szembe is futatnak a zombik, meg mit elét kerül valami fa, nekimész, föl, vagy akármi történhet. Tehát ilyen nem várt esemény bekövetkezhet, és akkor instant ott meghalsz. Ha viszont a föld alatt mész körbe-körbe, ott ugye akkor megvan a pálya. Nincs az a gond, hogy... Mit tudom, neki mész valaminek? Nincs az a gond, hogy szembe jön egy zombi. Nincs az a gond, hogy a modellak lecsapnak rád, vagy ilyesmi. Úgyhogy ilyen dolgokkal így nem kéne foglalkozni. Baza, ez nem lesz meg, gyerekek, én már most látom. Ördög sok kell még. Mondjuk elég gyorsan haladunk már, és egyre gyorsabban az tök jó érzés. Remélem, hogy nem fog összedőlni. Attól is parázok. Most szándékosan nem isztok, hanem majd akkor fogok írni, amikor nekiállunk. Mit tudom én, ütlegelni valamit, ásni, vagy valami csoda. Most csináljam meg a felső részét? Gyerekek, mi legyen, mit gondoltak? Csak kilövöm a zombikat, addig figyeljetek, lehet, hogy a felső részt kéne megcsinálni ebből a cobblestone-ból. Ja, lehet, hogy az lesz, hogy az alsó rész maradt fa. Hát figyeljetek, csak kilövöm őket, vagy valami lesz, hát rájuk látok, érted? Vagy valami csak összejön, nem tudom. A létrát mondjuk visszaszedem, föl ne tudjanak jönni, csak az a baj, hogy szétverik alatta ezt a bázist. Az nem lesz nagy buli, gyerekek. Nem lesz nagy buli. Ha max meghalok, nem? És mi lesz akkor? Bázis jobban féltem, mint magamat. Mindig van 1200. Már igen felupgrade-eltem volna, hogyha kalapácsom lenne, vagy szegbelövőm. Jój. Éhes vagyok, szomjas vagyok, adjatok enni a vuknak a kis rókának. Oda légy, hát már nem sok van vissza, hát sima liba. Megint szintlépés. Baszarsz neki, bazze! 3 szintet léptünk, öcsém, egy nap alatt. Szegdél sincs. Azért így lehet szintet lépni, valahogy építesz egy nagy objektet, aztán csapod neki. Hát komolyan mondom, gyorsabban szintet lépünk, mint hogy questálnénk. Nem? Ez rohadt gyors. Figyelj, még mindig van 1000 fám. Most már egyre kevesebb kell, úgyhogy ez tök jó.
Nagyon félek, hogy nem fogja kibírni az oszlopok, vagy hogy van megoldva a fizikában a játékban. Hogy az oldalak ilyenkor megeresednek annyira, hogy fogja tartani, ugyanúgy, mint akármilyen blogból. Tehát értitek, hogy mire gondolok? Lehet, hogy nem, de lehet, hogy én sem még. Nem tudom átlátni a fizikát a játékban. Még mindig van 9 az valamennyi. Nem, jó ez. Akkor olyan 5000, olyan 7000 blokk körül meglász. Azért nem kevés. Majd 7000 nem blokk, hanem anyag. Upgrade elő anyag. Ja, szerintem az lesz, hogy a felső részről fogom elkezdeni upgrade-elni cobblestone-ból, és akkor maximum annyi lesz a szitu, hogy nagyon kell figyelni, hogyha az alsó részt bontják, akkor azokra kell koncentrálni, és azokat ki kell lőni. Jó. Azért ebbe belegolyódok komolyan. Ez tényleg ilyen alvásra jó lenne. Meditatív. Nem dumálnék, rendesen el lehetne rajta aludni. Nagyon komoly. Ja, akkor még egy ilyen 2000 blokk szerintem azt meg is bónálni. Ja, be kell tömnöm majd a bejáratokat. Oda kell még egy olyan plusz 10 blokk. Vagy inkább, ja, 10-12, nem tudom mennyi. Ja, hát figyeljetek, a fele bőven megvan, mert ugye fönt tényleg szűkül. Mármint anyag, nem magasságra a fele, hanem ugye anyagra. Bőven megvan a fele. Jó. És akkor föntről kezdünk cobblestone-ozni. És az aljára meg figyelünk. Lehet, hogy alul egy sort, hogy nehogy elkezdjenek ott bontani. És fölül meg a maradékot. Amennyi marad. És akkor a közepét kell figyelnem. Az lenne a legjobb, mert ugye én is védett vagyok, meg akkor a legalja is védett, és akkor a közepén, hogyha esetleg akarnak bontani, bár szerintem nem akarnak bontani, hanem inkább akkor már magamhoz akarnak jönni. Leginkább az olyát féltem, hogy ott ugye lehet, hogy gondolnak arra, hogy be akarnak jönni. Úgyhogy ezzel kellene így kezdeni valamit. Ja, hát ez ilyen. Ki kell matekolnunk azt az időt, normálisan beosztani, amennyi még hátra van. Ne az utolsó pillanatra hagyjuk mindent, el kell menni még a cuccovérbe, szerintem lőszer az ott maradt. Jó, már csak 300. Jó, hogy nem kezdtem el cobblestone-nal ütni, mert akkor így be tudom osztani. Úgyhogy ezért is jó volt ez, hogy nem instant. Ó, már mindjárt meg vagyok. Már nagyon gyorsan haladunk. Mert már nem olyan széles a sí... Jó, ez a piramistak az előügye, basszus. Hogy nem mindenhol ugyanolyan széles. Micsoda ide, micsoda geometriai megfogalmazás, nem? A piramis előnye nem egyforma széles mindenhol. Ez egy gúla, ugye? Ez egy gúla. Ugye a kúp az a kör... alapterületű. A gúla az pedig a valamilyen szög. Valamilyen sokszög. Lehet ez 3-4 szög, 5 szög, meg akármennyi. Az már ugye gúla. Ki vagyok tanulva gyerekek, ne viccelj. Jó, hát még egy 2000-et szerintem fogunk ütni gyorsan. Fú, azért nagyon-nagyon necces lesz. Ja, nem is fogok ásni szerintem, nem az lesz a projekt, hanem nekiállunk egyből upgrade-elni. Oda nézzél! Ne viccelődjél, a képőr nagyon haladásiban van. Valahogy úgy kellene, hogy minél távolabb belássak. Mondom, most kéne enni. Valami, nem tudom, macskakaja vagy valami csoda, tök mindegy. Vagy, mennyi mézem van, figyeld. Kéne egy ilyen green tealt. Szóval valami csak lesz velünk. Ez a green tea ad ilyen izét, hogy így meg tudsz enni mindent? Vagy mit ad? Várjál már, azt meg kéne néznem.
Nem leszek olyan éhes, és nem leszek olyan szomjas, olyan gyorsan, vagy mi a szar az? Készül a piramis a keepernek, itt jönnek a csajok. Nem jönnek a csajok. Nem tudom, ez nem, erre most hirtelen nem jött egy rímse. Menjünk oda, ahol sűrűn vannak fák, na. Az a baj, a sztaminámmal itten hadilábor állok, úgyhogy néha kell csinálni ilyen deugakat. Jó. Meg hát ugye éjszaka azért nem is kéne ilyen halni. Bár lehet, hogy az fog történni. Már mindenre gondolok. Jó lesz ez. Figyelj, az alsó sort körbe upgrade-eljük cobblestone-nal, és akkor fölülről megindulunk. Aztán hogy meglátjuk, hogy meddig jutunk, és akkor lehet, hogy az alsó sort még egyet húzok. Tehát az alsó két sor körbe lesz cobblestone-nal, és a teteje is. És akkor így a közepét meg rohadtul figyeljük, és ott lelőjük, hogy hol te kezdenek ásni, vagy valami. Az a baj, hogyha egy elkezd ásni, meg valami, szerintem úgy vannak ezek megcsinálva, hogy az útkeresésük az ugye valószínűleg ugyanaz. Tehát nagy eséllyel, akkor az összes egy helyen fog ásni, úgyhogy akkor meg kurva gyorsan be fognak törni, bocs a kifejezésért. De ez így van. Ja, egyébként valaki írta, hogy a 14. napon már kéne nekem forge-omnak, meg workbench, meg ilyen hülyeségeknek lenni. Hát igen. Azzal foglalkoznék, amivel általában mindenki nem izét építene ilyen ordinári nagy objekteket szerintem. Mert lehet, hogy ez egy kicsit elvitte az időt. Jó lenne, nem jönne semmi zombi, aztán nyugodtan maradhatnék. Hát az a végigásás az alagútnak az sokkal rosszabb volt, mert ott aztán semmi változatosságot nem találtam a föld alatt. Úgyhogy az szar volt. Nézzük meg, mennyink van. 600 van, bele nagyon lassan szedi most, vagy nem tudom, úgy érzem. Viszont XP, az mindjárt megint szintlépés. Tényleg egy ilyen 4-5 szintet fogunk lépni egy nap. Gyerekek, nem kell ide izé. Mert írtátok, van egy srác, aki írta, hogy ja, ő, bocs, hogy nem válaszoltam. Steamen is írt. Steamen? Discordon. Ő írta például azt, hogy ugye jó lenne, hogyha zombikat nem csapdával ölném, mert akkor ugye kell az XP, akkor nem kapok belőlük. Hát öcsém, vágja a fát, meg csinálj ilyen izéket, ilyen nagy kuszlikokat, aztán mindjárt lesz izé. Mindjárt lesz annyi XP, öcsém, hogy szemed megáll. Jó, hát egy 2000 darab kéne még szerintem. 2000 darabban már felupgrade-eljük. Itt a Jenny mellettem, én hülye, ide figyelj, ide fogok húzni egy utat. Ugye a kiárat az ott van? Hol van? Hol a kiáratom? Ott van valahol a kiáratom. És a kiárattól a Jennyig meg kell egy út, basszus. Hát rendesen le fogom kövezni egy útat. Hát az a csajom, hallod, itt lakok a szomszédben, ne viccelj, a Jenny. Akkor a cickói vannak, hogy az őrület. Na jó van, ezt nem tárgyasítjuk a nőket. Mert sokkal a cickóikkal foglalkozzunk. Combjai is tök jó néznek ki. Ja! Mindig attól félek, hogy halkan beszélek. De most egyébként szerintem följebb toltam a... Szomjasak vagyunk, éhesek vagyunk, minden pöcsön van mindig. Hát itt ilyen fogunk dögleni, mert mindjárt elfogy a kajánk meg én. Hallod, mennyit zabál ez a karakter, vagy mi van már? Rohadt sokat. Egyél! Ja, jó sokat eszik. Hát nem tudom, hogy ki túl tudjuk eljönni egyébként kaja nélkül. Egyébként a másik opció az volt, amire gondoltam, hogy elmegyünk a másik traderhez. És akkor a túlélő, ugye akkor ott tudtam volna kaját venni. Hát de most már nincs miből, mivel nincs egy vasunk sem, petánkunk sem. És akkor ugye ott túl tudunk élni még a másik bázisunkba. Hát bázis, fönthetően tudod. Hát ott mindenképp egyébként el fogok mindent is hozni, szóval oda vissza fogunk menni, mivel mindent hasznosítunk, és azután nem fogok eladni semmit, ígérem. Norvég meg mindenkinek mondom, mert mondtátok, ne adjak el semmit, mert igazából ezek mind tök hasznos dolgok, akár még a izé is. Például ugyanaz a srác, aki a Discordra írt, ő írta, hogy a jó lenne, hogyha nem adnám el azt a romlott húst, mert az is tök jó kajához valamihez kell. Én hiszek neked, ezután nem fogom.
Hát, hogy semmit, azt leírtok mindent. Esetleg annyi, hogy az a baj, ezekből szerintem nem jön termés, mak meg ilyen toboz, ugye, hogy ezek már vannak halva. Viszont lehet csinálni azt, hogy majd ültetünk fákat. Egyébként jó, hogy beláttam az egészet, nekem azt, az egy öröm. Ja, meg egy garázst fel kell húzni ugye a járműveinknek, majd itt lesz egy garázsunk. Egyébként tényleg annyi, hogy kijövök, ez balra elsőtállok egy Jerryhez. Semmi távolságra van. Sőt, még azt is lehet, ja, nem lehet básni a Jerryhez. Ugye oda nem lehet építkezni, meg nem lehet ásni, meg semmit nem lehet. Na jó, ezt a két fát kicsapom, aztán megnézzük, hogy mi a stájsz, mert nem nagyon érünk rá. 2 óra vagy, gyerekek. Ó, gyerekek, de viszont az, hogy baze, 2 darab kukoricám van, azzal nem megyünk sokra. Egyébként azt hiszem, zsírt is meg lehet enni. Ja, csak csökkenti, de az mondjuk nem baj. 10 zsír, az 30 kaja. Ja, lehet, hogy meg a zsírt is meg kell enni. Ajjajjajjajjajj. Ez meg csökkenti a water-t. Hú, de jó, hú, de jó. Hú, de jó. Hát nagy szarba vagyunk, komolyan mondom, ezzel a kajával most nagyon szarba vagyunk. Viszont hova megyek, akkor nem tudom, kaja az lehet, hogy nincs. Viszont víz az lehet, hogy van. Meg lehet, hogy kaja is van. Meg kéne nézni. Nem emlékszem. Mármint úgy értem haza, hogy itt tudod, ahol el vagyunk itt telepedve. Úgyhogy lehet, csak az a baj, hogy semmire nincs időnk. Jó, ezt az egy fát kivágom. Aztán megyünk, megvan kb. 2000, aztán upgrade-elünk. Figyelj, nem is fogok ásni, meg nem, amire elég, arra elég. Megpróbáljunk itt túlélni, igen. Fából. Fából van, ez van, srácok. Nincs más opció, mert sietni kell. Ezt föl kéne húznom teljesen a plafonig, mert már itt tanulom, hogy eddig tökörész is megy. A legfelső szintet azt meg már kapásból izébe cobblestone-ozzuk. Úgyhogy ez így lesz. Látjátok, itt már sokkal gyorsabban, sőt itt már rohamos léptekbe. Hatványozottan egyre gyorsabban mozog. Itt már ugye legfelső szinten már feleződik az igény. Ja, tudom egyébként belülre még rengeteg kell, de az a lényeg, hogy kívül legyen meg, aztán akkor már boldog a keeper. Megcsináljuk addig, ameddig gondolom, hogy fával csinálom csak, és utána akkor odáig meg cobblestone-ozzuk. Mondjuk az alsó sort az cobblestone-ozni kéne, úgyhogy... Na körülbelül eddig gondoltam, hogy eddig lenne fából, és akkor fölötte meg cobblestone téma lenne. Ez 3.49 rohadtul sietni kell. Rohadt életbe gyerekek, hogy mindig az utolsó pillanatra hagyok mindent, meg az ajtókat sártra betenni, beszerelni. Ezt úgy kell, hogy majd belülről már. Mondjuk izé van alagutam már, hülye vagy képer. Gondolkodjál. Jaj, még a gépfegyvert is előkaptam, nem tudom minek. Végig megyek itt. Tudni fogom, meddig kell. Valami csetergést hallok. Komolyan. Lehet, hogy már megint zombik vannak a házba. Ez fölött cobblestone. Ugye nyilván fával is kell, tudom, de azért legalább így képben vagyunk, hogy... És most meg kaptam valami stamina reget, hogy arra se vegye meg, mitől? Jújj, te, ez olyan sokáig tart, na viszont már megint szintlépés, figyeld!
Meg az a gond, szerintem figyelik a zombik, hogy melyik blokk az erős, és ugye gondolom a gyengébet fogják ütni. És már nagyon elhallgattam. Egyébként azért, mert aggódok. Most már kezdek aggódni. Ugye körülbelül, jó, megint szintlépés. Én akkor föltölthetni, legtöbb játékban vannak ilyen játékok, ilyen szintet lépsz, akkor így maxra megy a HP-t, tudod. Nem tudom, melyikben volt olyan, de rémlik, hogy szokott olyan lenni. Ennek örülnek, Keeper. Jó, már csak két sor. Jaj, siessünk már! Aggódok. Jó, csináljuk a tetejét, leszorom az alját most egyelőre, majd ezután. Az a lényeg, hogy ez a minimum fa, az már oké, hogy egyszer van. Ugye legalább nem két ütés nekik, de aztán lehet, hogy öt. De talán igazából azért is jó felupgrade-el, nem szerintem. Hát, hogyha úgy gondolják, nem, annyira nem tudok, annyira spontán vagyok. Nem tudom, hogy melyiket, mit fognak ütni. Lehet, hogy úgy befúrják magukat, olyan lesz az egész, mint egy ementális ajt. Megint para ambient van. Nagyon örülök. Nincs elég bajom. Még itt terrorizálják a keeper. Nagyon fasz van. Jó van, gyerekek. Fapiramis tik. Hát ez aztán menő, gyerekek. Fapiramis csinál a hülye gyerek. Egyébként, hogyha nem bontják el alattam, akkor esélyes, hogy túlélhetem. De elbontják, akkor baj lesz. Abba bízok, hogy a második horda talán nem annyira rohadt nehéz. Jó lenne már, valamennyi fa elég lenne, basszus, rengeteg fát használok. Úgy a felesse bele, nagyon-nagyon közel van, basszus, már 15 óra van. Volt életben, nagyon para. Nagyon nem örülök. Meg megint el fog fogyni a fám, megint mehetek fát vágni, ne? Szóval ki van számolva. Rohadt életben egyébként, már megint túlvállaltam magam, mindig túlvállalom magam. Mi a tökömnek építek izét, bazely, horribilis, hatalmas piramist. Grandiózus piramist, vagy hogy nevezik ezt? Na, csináld már meg. Én hülye. Újra para lesz itt, bizonyan éjszakázni. Fa piramisba, basszus. Jaj. Már most érzem, hogy itt baj lesz, gyerekek. Kell megint egy minimum 1000 darab fa. Itt jó közel van. Az jó. Na még meg két sor. Jó, kell még egy 1000 fa biztos fölülre. De ott már megcsináljuk, egyből ugye végig ütjük izére, cobblestone-ra. Össze ne boruljon. Komolyan, én kinézem ebben, hogy összeborul. Meg lehet tenni a fogadásokat, hogy túlélünk-e itt. Kíváncsi vagyok, srácok. Na, itt már csak egy sor. Jó, ehhez elég lesz, az biztos. Még azért ütök egy 1000 fát. Ajtókat is meg kell csinálni, ilyesmi. Meg kaja is kére, úgyhogy el kéne menni haza is még ma. Hát egy kicsit túlvállalta magát a keeper. Ja, végre végig értem, már ne körülök, hallod? És akkor még a tetejét full cobblestone-ra. Ne, azt üsd. Deszka épület. Deszka piramis. Rohadt jó. Nagyon jó. Na, ez megvonnánk. Kellene még szerintem egy 1000 fa. És tényleg csak a teteje lesz izé. Fú. Mindjárt majd kraftolok közben. Miközben majd a staminát töltödjük.
Ja, de mondom, ne a távoli helyen töltsük az éjszakát. Az meg már olyan snosz, ma megint oda bújjak be, aztán izét, annyi legyen az egész. Gyorsan megcsináljuk ezt, táblázgó gyerekek. Egy 500 darab fát kiültünk pikpak. Néhány, kraftolok egy 20 darab izét, blokkot. Building blokkot. A többet nem is. Ja, jó, hogy nem jönnek zombik, de kopogjuk le. Várjál, building block kraftolás, nem tudom. Egy 17 darab, biztos elég lesz. Kivágok minden fát itt a környéken, full elássak el a városig mindig. Később lesz sniperünk, tudom csettegtetni a zombikat, XP szerzés céljából. Szintén, megint lépünk egy szintet, szerintem egy izébe leszünk. Egy 5 szín minimum. Pluszba. Az igen, öcsém, az ement. Az ement a figyelj, jó az. Rakéta, bazza. Kilőttük. Na már, okosba. Hol van a building? Meg lecraftolt a building? Ja, itt van, oké, okay, jó. Csináljuk majd mindjárt azt is. Szomjasok vagyunk? Várjál. Egy ilyet, öcsém. Hát kevésbé lesz olyan éhes, hogy nem tudom mi az. Ja, egyébként lenne esély, tudom, hogy elmenni, mit tudom én, lootolni, hát ha lesz kaja, de hát amilyen szerencsém van, biztos vagyok benne, hogy abból nem lesz kaja. Na. Nem tudom, ezt három fát, jó? Vagy nem tudom mennyit. 15 óra 15. Jó. Gondolkozok, hogy még egy sort húzzak esetleg izére. Csak fára, ott fönn. Nehogy az legyen, hogy... Csak az a baj, hogyha szerintem fa lesz nagyon közel hozzám már, akkor biztos azt fogják csütni. Hát azt kell, hogy ki kell lőni őket, gyerekek. Szét kell lőni őket a picsába, azt köcsönöm. 4 darab fizem van, 0 kajám. Méz az mi? Nem ad valami ízét? Foodot ad 8-at, ne viccelj! Hallóan? Mézet, hiszen úgyis annyi mézem van, mint a sár. Jaj, gyerekek, hát akkor az jó. Akkor a vizem még rosszabb állapotban van. Na meg már meg is éreztünk. Semmi kaja? 0 kaja? Tényleg? Az ugyan. De figyelj, eszek egy mézet. Hát leszarom. Hát figyeljetek, jön a méz mind az állat be. Mert ugye ezeket fából is kapom. Jó, van 1100 fánk, hát sok elég lesz. Gyorsan már. Jó, ezt az egy fát meg, jó? Két tojás. Abból tudok csinálni már főtt tojást. Júj, basszus gyerekek! A legjobb, optimálisabb az lenne. Ja, egyébként lehet, hogy kéne csinálni. Na, nincs itt főzőedény, meg semmi. Ó, de nagyon gond van minden. Mert akkor itt is tudnék már főzni. Ide kellett volna hordani mindent már. Ja, csak nem volt rá idő. Tényleg nem volt rá idő. Nem csak szabadkozok. Várjál. De csinálunk egy olyat, hogy... Copy paste. Oda. És akkor ezt felupgrade-elem fára. És akkor már az alagútba fogunk közlekedni, mert nem tudom. Itt is, ide is be kell rakni egyet. Belülről meg kell erősíteni, hogy ne egy sor legyen az ér. Ezt majdnem kiütöttem ezzel. Úgy. Jó, nem kell bemennünk, úgyhogy... Meg a legvégén belülről még tudok upgrade-elni, úgyhogy abba is tudunk gondolkozni. A töködet. Jó, van be világítás is. Van egy csomó fákja. Jó, meg vagyunk. Kész van? Nem, még itten van, bazze. Mit csinálsz, Keeper? Mit csinálsz? Gyerekek, szerintem az lesz, hogy itt a legaljább be akarják ásni magunkat. Lehet, hogy azt kéne csinálnom, hogy itt a legalsó sort, azt meg cobblestone-ozom majd. Csak ha mindenre lenne idő, mi? Ha mindenre lenne idő. Várjál, kezdjük fölül, bazze.
ugye itt lesz, itt foglalok helyet. Talán, ha mázli van, akkor ezek itt akarnak majd betörni. Hát igen, betonból jobban néznek, tudom, de ez van, gyerekek. Nincsen beton. Ugye itt tök gyorsan végzel, körbeérsz. 16 óra vagy, gyerekek, nagyon nem jó. Jó, próbálok koncentrálni minél gyorsabban, úgyhogy azért kevesen dumálok, srácok, jó? Mikor érek már körbe, basszus? Jó, megtörtént. Itt a belvédem. Jé, gyerekek. Öcsi sajt, mi lesz itt, baze? Az a baj, 16 óra. És a legalsó sort ezt biztos meg kéne, mert szerintem ott akarnak majd bemenni. Ott rá is látnak az élére, ugye kiástam én hülye alatta. És akkor azt pont így nagyon szépen tudják ütlegelni. Mondjuk az se baj, hogyha cobblestone minimum, mert akkor az lenne, hogy... ott megragadnak, aztán akkor messziről le tudom őket lövöldözgetni, vagy valami. Gyerekek, XP, mindjárt jön az XP. Mennyi az egy cobblestone-unk? Ó, van annyi, mint a sár. Az a gond, hogy egy olyan, szerintem egy olyan 20 óráig tudok működni, vagy max 20 óra 30-ig, utána el kéne mennem a lakhelyemhez, hát hogyha találok ott még kaját vagy vizet, és akkor azt gyorsan vissza kéne hozni. Lehet, hogy fölveszem a tábortüzet, azt elhozom, meg a cuccokat belőle. És akkor max itt megfőzöm a dolgokat. Ugye egyre jobban mindjárt kezd parásodni a helyzet, hogy figyelmeztesse a játékot, hogy 10 óra van, vagy 10 óra lesz. Harminc meg harminc, az mennyi? 120, tehát egy ilyen 1200 darab cobblestone-t kéne hagyni a legaljára minimum. Lehet, hogy azon végig kéne futnom, ezt a sort megcsinálom, azt végigfutok alul, hogy nehogy az legyen, hogy azt tényleg kiütik, aztán akkor rohanvást futnak föl hozzám. Az ott legyen egy erős sor. Alakulunk, még három sor vagy kettő, ezt megvan az. Megvan az. Jó, a felső az megvan. Itt végig kéne mennem. Hogy nehogy ezt a szélét elkezdjék bontani. Jó, megint szintlépés lóla. Jó, hát ilyen full beton, meg full acél lesz minden, meg talaj is le lesz betonozva, meg csomó minden lesz, akkor jó lesz szállva a szóz, gyerekek. Úgyhogy ne aggódjatok. Frankó lesz minden. Csak még jobban aggódok én egyébként. Jó, éhes karakter. De jó. Jó, mert körbeérünk. Még van 30 ezer, vagy 3 ezer cobblestone. Ugye körülbelül, mennyit mondtam? 120 blokk, az... olyan ezer, ez mindig 10-zel számolok, de nem annyi, hanem 8-at használ-e.
hogy olyan 1000 darab fog elfogyni összesen, tehát akkor le fogunk menni egy olyan 3400 körülre, vagy 2400-ra. Mi az a hang, baza? Miért lett ez a csend? Mint ha valaki lépkedne. Azt akartam mondani, hogy akkor legközelebbi 21. napi hordáig, hogyha ezt túléljük, akkor lesz időnk bőven itten csinálni az épületet. Mindenképp egy kicsit questelek, kicsit összeszedem magam, meg egy kicsit nekiálljuk berendezni a belső teret esetleg, hogy itt tudjak lakni, éjszakánként tudjak dolgozni, meg nézzük át, hogy mit tudunk craftolni. Jó, és akkor megint megyünk föl, aztán tetejéről jövünk lefele. Hogyha ezzel végzek, akkor megyek haza. És akkor megpróbálom csinálni kaját, meg lehet, hogy elhozom tényleg a tábortüzet, ezt valahol lerakom. Aztán akkor az a baj, hogy szerintem abban körülbelül folyamatosan égnek az, ég a, izé, a szén. De a szén, ugye az kell, azt hiszem, hogy a puskaporhoz. Rengeteg lőszeremnek kell lennie, hogyha így akarom megvédeni a bázist, tehát, hogy ugye az a terv, hogy lőröm kell, sajnos. Mivel nem fogok tudni kiütni, akkor meg ugye a csapdákra kell agyatkoznom, így rengeteg lőszert kell vagy craftolnom. Mindig a hordanapokra, hogy legyen bőven. Egyébként soha nem voltam kivékülve ezzel a cobblestone-os, nem tudom minek nevezik ezt, macskakő, vagy a tököm tudja mi ez. Ennek a textúrájával, ezt soha egyik verzióban sem nézett ki jól. A beton az tök jól néz ki. Régebben nem volt olyan, hogy vasalt beton. Olyan is voltam. Volt beton, meg vasalt beton, meg a, nem tudom, annyi verzió volt, úristen. Jó, érjük már körbe. Jó, hát lemegyünk egy 2000-re. Úristen. Jó, a tetejét megcsináljuk, és akkor úgy látom, hogy lesz egy kis időnk még elmenni haza, és akkor tényleg kaját csinálni, meg bármit. Igaz, hogy nem sok minden opció van hozzá. Ó, gyerekek, jaj, de jó, nagyon szuper. Na, mehetünk tovább. Egyelőre a belső teret akkor egyáltalán nem upgrade-elem. Hát azt majd kell sajnos, de egyelőre ráér. A jó kis betont is kell majd csinálni. Rengeteget. Sok ezret, hogy fel tudjuk ezt upgrade-elni. Utána meg rengeteg acéllal lehet tovább majd. Azért az brutális lesz. Hát komolyan mondom, el fogom addig tolni, hogy ez legyen egy acélpiramis minimum. Bár biztos, hogy jönnek az ilyen robbanó zombik, meg mindenféle, lesznek kemény dolgok. Ha megjött az alien-es ambient. Prometheus-os. Ezt eltalálták, nagyon para. Egyébként tök jól érezkednek ezek a textúrák egymáshoz. Hát, néha nem, de általában igen. Ugye főleg az, gondolom a blokk, sima kocka blokknál akkor ott illeszkednek jól. Itt azért meg már kezdenek elcsúszni. Nem olyan rossz ez. Még van 1900 darab ilyenünk. Figyeljetek, ameddig tudom, azt lehúzom. Egyébként lehet, hogy még egy sort kellett volna alulra is. Abban is gondolkoztam. Mondta, hogy még egy sor kéne alulra. Figyeljetek, ha megcsinálom ezt, akkor lehet, hogy még egy sort húzok alulra.
Aztán akkor a köztes részekre kell nagyon figyelnem. Mert ugye már csak egy sort kell ide lehúznom. És itt nem sok fogy. Gyerekek, lesz egy ilyen fejnehéz piramis, ami mindjárt összeomlik az egész. Mert körülbelül a fa tart egy csomó ilyen kőblokkot. Ja, ezért nem is láttátok az alagút, hát megfogjátok ebben a részbe. Igazából végigástam. Megcsináltam a följáratot léptrával, semmi extra, semmi cicó, hát azt is majd ki kell alakítani normálisan, nézzen ki, tudod. Szóval ne ilyen szeretvedett szar legyen. Fú, bazzer, mennyit kell itten kubikóni elcsém ebbe a játékba. Fú, nem tudom, hogy hogy fognak viselkedni a zombik, az nagyon érdekes lesz. Jó, 18 óra, egész jó haladunk, az lesz, hogy, várj, mennyi van még, 1700? Az pont elég lesz még egy körbe egy sorra szerintem simán, meg annyit megcsinálok, hogy hagyok néhányat, és az belül ugye a rácsozatot, azt meg tudom akkor csinálni, oda kell, kettő sorba, ugye két magasságba. Szuper! Szuper! Minden ellen is védve vagyunk itten. Egyébként egy fedezék lehetett volna, utólag belegondoltam, hogy lehetett volna úgy, hogy középen legyen egy fedezék is. Mert akkor ugye, hogyha lesz ilyen okáriós zombi, akkor az előtt el tudnék bújni. De az a gond vele, hogy akkor meg nem is látom át a területet. Úgyhogy az, ami hasznos, az egy ilyen negatív következménnyel is járhat. Mindjárt megint szintlépés. 6 szintet lépünk ebbe a részbe, gyerekek. 6-ot. Hallod? 6 szintet. Ez a legjobb szintlépés. Igaz, hogy rengeteg anyag kell hozzá. Jó. Végigfutunk alul, és akkor be is fejeztük az építkezést. Ilyen lesz. Ez van, gyerekek, nem tudunk bele mit csinálni, tovább már nem fogok várni, nem fogok tökörészni, el kell mennünk haza, fel kell készülnünk a hordára, élesbe. Hát, ha mázling van, akkor ezeket föl fognak futni hozzám, és megpróbálok elérni. Ha nincs mázling, akkor be fogják fúrni magukat, és hogyha befúrják magukat, akkor nekem sanyi lesz, gyerekek, az halál komolyan, akkor olyan végem lesz, mint a botnak. Akkor mindent szétverrek, azt össze... Megint szintlépés, bazzer. 7 skillpontomban elkölthető, hallod? 7? Gyerekek! Ez több, mint durva, nem? Most nem azért... Nem, tényleg nem magamat hype-olom, de ez mekkora ötlet? Hogy így izélni lehet. Uha. Már dörög az ég, már minden baj van. Már jelzi a játék, hogy... Rá fogunk cseszni. Tök jó egyébként, hogy elkezdődik már előre az őrület. Jó, hát ezt körbehúzom, és akkor annyi lesz. És akkor én bízunk benne, hogy elég védett lesz ez a kecó. A középen talán mázling van, akkor fel akarnak csak jönni. Egyébként szerintem az aját nem csinálom meg, akkor simán elkezdték volna ütni itt alul. Ez tuti. Kiveszem a létrát is, és akkor talán az útkeresésük úgy fogja érzékelni, hogy ne akarjanak bejönni a piramisba, mert úgyse fognak tudni följönni a létrán. Úgyhogy ebbe gondolkodok. Hogy a létrával itt talán az útkeresésük, hogyha lehet, hogyha tudnák, hogy ott a létra, akkor lehet, hogy be akarnának jönni. Jó, ezt körbekerítjük. Körülbelül lesz 7 óra, hazamegyünk. Kb. Meg is vagyunk. Egész jó, egész jó. Nem gondoltam, hogy ennyire egy jó lesz. Tudom, hogy egy kicsit hosszabb ez a rész, de bocsánat érte, srácok. De legalább így... Kezdődik a tüm 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 tüm. Hangokkal nagyon jól játszanak a srácok, készítők.
Mikor lesz vége ennek a piramisnak? Hol tartok már, izé? Kenyába? És megint egy fél színnél vagyunk, nagyon brutális. Mindjárt megint egy szintet majd lépünk, lol. Hát, többen, nem tudom, 7 szintet léptünk be ezen a napon. Vagy 6 szintet? Lehet, hogy már 7-nél tartunk, mert 7 elosztható skillpontunk van, azt lehet, hogy nem tudom, maxra fogjuk tudni húzni ezért a verekedésünket, a hammereset. És marad még körülbelül 500 darab cobblestone, abból meg tudom csinálni, hogy belül befejezem a legfelső színnek a védelmét. De hát akkor, amikor már visszaértünk, mert ugye be fogunk venni, kész, nem fogunk tökölni már többet. Baza, mi van faszra? Mennyi van még vissza, te Isten? Ó, gyerekek! Higgyetek, én is fáradok. Ja, körülbelül 400 fog maradni, nem 100, mert még mindig basszus. Még mindig van azon az oldalom, hogy az a durva ebbe a piramis dologba, hogy nem tudod melyik oldalán vagy, hogyha így mész végig rajt, mert full szimmetrikus. Nagy szerencsém, hogy nem jöttek zombik. 7 óra van, körülbelül jó időzítünk. Menjünk már, legyen már az meg a sor, Ezt még ma fel akarom tölteni. Tehát ez nem is tudom, péntek van. Hol van a biciklém? Jó, gyerekek. Oké. Hol a biciklém? Itt van. Jól van, nyugalom, nem kell megbolondulni. Nyugodtak, legyünk mi nyula urakban. Viszont nézzük már meg, hogy hova kell mennem, mert itt mindig elcseszem. Egyenesen is jobbra. Inkább nyugodtan, mint hogy itt a hülyeséget csinálják állandóan. Itt lesz egy garázs. Nyuszi! Ott a nyuszi. Jó. Ez még jó lehet. Figyeljetek, ott egy rács. Ott egy rács, ezt meg kell nézni, mi van benne. Jó, van, lett egy kis kaja. Nem mondod. Azért az valami pince. Jó, oké. Nem tökörészek, de ez nagyon érdekes. Na, láttátok, ott volt egy rács. Na és akkor itt jobbra kell fordulnom, ugye? Jó. 19 óra, tök jó vagyunk, tényleg, nagyon jó vagyunk. Szomjasak vagyunk, nem baj. Itt meg nyomok egy kanyart kapásból. Hogy egyből tudjak menni, oké. Képer nagyon para. Kajások vagyunk, kések vagyunk. Szerintem egyébként nincs se kajám, se tiább. Alapanyag nem érdekel. Jöcsém, na hát akkor itt a cumi van. De viszont most ütöttünk, úgyhogy ezt felvesszük. Még mindig nem MP? Miért nem MP? Ja, ez. Elviszem, tudom, hogy tudnék craftolni, és nem baj, elviszem, nem kell ide ma. Kaja. A húsit elviszem, figyelj, a tojást elviszem. Figyelj, ebből egyébként jó lenne minél többet elvinni, nem? Ez mit ad? Star Resist, Meal Damage. Ó, mondjuk Meal Damage-re nincs szükségünk, de figyelj, mondjuk 8 méz, túléltük a dolgot. Viszont, még elvileg kellene 3 víznek lennie itt. Nagyon jó. Akkor jó vagyunk, akkor ugye jó vagyunk. Jó, egyelőre maradjon a maradékem. A kávét, ezt ilyen ültethető, azt meg kéne hagynom. Pumpingot meg szét lehet szerintem csapni, és akkor lesz belőle ízeg. Tudunk belőle sütni. Jó, oké, megyünk vissza, ennyi volt, gyerekek. Más nincs? Jó, fegyó, basszus, még jó, hogy szóltatok. És ezt is el kell menni a másikat is, meg ezt is, mert csak fegyó. Jaj, várjál. Ezt a modifikációt kirakjuk, meg ezt is. Viszont ezt elviszem. Gránátot nem viszünk, mert biztos vagyok benne, hogy felrobbantjuk az egész bázist. Oké, gyerekek.
Semmi pia? Tényleg? Ennyire le vagyunk amortizálva a pia ügyileg? Annak nem örülök. Három darab vizem lesz, csak a víz az nem a legjobb. Nem a legjobb a víz. Ja, 15 darab, nem vagyunk túl terhelve nagyon. De viszont jók vagyunk, gyerekek, semmi gond. Nem tudok venni semmit. Most azon gondolkoztam, de nem tudok venni. Figyelj, itt ki lehet menni erre. Egy instant egyből? Ez jó lenne. Nem tudok venni semmilyen piát. Hiába is írnátok. Ó, itt is ki lehet menni. Ja, ezeket ki komolyan mondom, kitáblázom. Hopsz, hülye vagyok. Már viszont kell bemennem föld alatt. Tehát lutoljunk egyet? Vagy nem tudom, most, most lehet neki lutolni. Pia után. Inkább akkor megcsinálom a időt. Nem valószínű, hogy nagyon piát fogok kapni, úgyhogy akkor húzzunk a picsába. Hát szépen fejezzük ki magunkat, ugye? És akkor meg tudjátok nézni. Föld alatt vagyunk. 35 volt ugye a izénk. Nem ezt akartam. Nem ezt akartam, ezt akartam. 35, 19. Hát akkor nem vagyunk túl mélyen. Ugye, akkor 25, az mennyi? 16, 16 méter mélyen vagyunk. Tehát 15 blokk mélyen. Jó, nem olyan rossz az. Na, így néz ki a hely. Jó hosszú. Nagyon hosszú, hagyjátok. Úgyhogy legalább 100 méter. Itt ugye szépen föl tudunk menni. Ugye létrák ide vannak rakva, egyelőre csak így tudtam megoldani. Oké, ez így van. Lehet, hogy fönt nem fogom tudni lerakni a rizét. Hol van az orcak? Ezt nem tudom lerakni fönt. Ezt meghagyom, hát ha kell valami felugrani vagy valami. Ja, ezt lerakom, várjál már. Mondjuk ide egyelőre, jó? Csak nincsen olyan jó, mindegy, szétverem. Fú, most nagyon ideges vagyok. Ideges vagyok, igen, tényleg az vagyok. Ez beed bele, és akkor water kellene nekem leginkább. Mert az rohadtul nincs, és abból meg fogunk dögleni. Ebből mit tudok csinálni? Ebből miért nem tudok ilyet csinálni? Tojás, bazze, tojás. Nem tudok abból semmi olyat. Békönös tojás tudok. Jaj, de jó, annak örülünk. Főtojást tudunk. Grillezett húst tudunk. Mindenből egyet lóra. Jó, az a lényeg, túlélünk talán. Van egy csomó mézem, az is tök jó. Kéne csinálni egy darab ládát. Van még izénk? Van még fám? Vagy az össze? Nem van még fám, jó. Viszont a fára is szükségem van. Ajajajajajajaj. A bedroll direkt nem fogom ide rakni, hanem hogyha meghalunk, akkor el tudunk innen pattanni, hogyha úgy van. Jó, gondolkozzál, kiper, gondolkozzál. Egy láda nem ártana az el. Ilyen. Aztán kiszórni azokat a dolgokat, amire annyira nincs szükség. Úgy egyébként, de adott tobozt az a valami is. Hol a láda? Oké. Jó, ezt ide rakjuk. Kiszórjuk, ami annyira nem kell. És akkor menjünk végig. Ez nem kell. Ez se kell. Baza, van két krumplim is. Hogy a picsába? Zsír. Hát csak nem kell megennem a zsírt. A krumpli maradjon. Ez maradjon. Ez nem kell. Ez az egy hús már kevés. Maradjon. Ez nem kell. Tojás. Ez nem kell. Ezt se hiszem, hogy kell. Az maradjon. Hát, ha bármit kell. Ezt nem kell. A mézek maradjanak. Jó. Oké. És akkor annyi, hogy az ilyen elfogyasztható dolgok azok nekem külön legyenek. Mert különben az ember meg fog balondulni, ha nem fogom találni meg. Oké. És annyi még, hogy kettőgép puska legyen len, és shotgun is legyen len, és a kis pisztoly is legyen len. Úgyhogy ezek kellenek így. Ezt meg valahogy így. A kés az valószínű, hogy nem kell most nekem. Oké, és akkor minden egyi legyen full áron.
Igen, amíg az animációt nem fejezi be, addig nem tározza be. Tudom, ezelőtt hülyeségeket csináltam. Oké, legyen betározva minden. Jó, ez be van, ez is be van. Oké, gyerekek. Így állunk neki a túlélésnek, viszont kaja pia kell. Figyeljetek, nekem muszáj mézet zabálnom. Muszáj mézet zabálni. Ó, hiszen volt itt három vizem. Ezt nem tudom, honnan szereztem már kénomba, itt annyira meg vagyok badulva. Figyelj, eszek én még mézet. Meg akkor a krumplit, megügyük mondjuk a krumplit. Az viszi le a vizet, nagyon örülök neki. Jó. Oké, ígyunk egy vizet. Sőt, együnk még egy mézet. Meg ígyunk egy vizet. Sőt, meg is ijatnám az összes vizet ennyi erővel. Jó, egyelőre maradjon így. Na, gyerekek, akkor úgy kéne, hogy itt föl kéne mennem. Jó, hogy van fejlámpánk. És akkor azt kellene csinálni, hogy... Hát basz, egy izét csinálhattam volna egy csapóajtót. Fú, de nagy paraság lesz itt, öcsém, gyerekek. Ja, nehogy leessek. Úgyhogy nem tudom, lehet, hogy csinálok egy csapóajtót. Az nem eddig valami hacs vagy... Hood hatch, ja. Oké. Egyelőre, nyugalom. Tökéletes. Upgrade-eljél. Nem tudod? Jó, viszont itt tudod. A felsőre csak egy vastagon van ragva. Külvőre nincs ragva, basszus. Na mindegy. Nem gond, mert kettőn kell, hogy be tudjanak jönni. Azt hiszem, hogy egyen nem tud bejönni. Szóval olyan nagy probléma nincs, hogy a felsőt ki is ütik. De az alsó az ugye dupla blokk vastagságú, látjátok. A rács miatt. Kívülre kell majd még egy sor rácsot raknunk. De most már nem megyek ki szerintem. Nagyszerű. Ugye megvagyunk. Itt középen még van egy ilyen. Azt még megcsinálja a képőr. Oké, gyerekek. Fú! Na! Srácok! Remélem nem felejtettem semmit, lehet, hogy még ellenőrzöm a tüzet. Ugye akkor innen elérek mindent, nézzük meg még egyszer, minden oké. Hát igen, rohadtul szomjazzunk, sajnos ezzel nem tudok mit csinálni. De nagyon bízunk benne, hogy ezt ki fogja bírni. Ezt meg lehet, hogy megjavítom ezeket is. Ki tudja még mi lesz az éjjel. Mit kell ástom, mit kell idejönem. Ne! Ne szkreped le, bazze! Francos sem bele, hogy mindig idejt nyomok szkrepet. Nincs egy olyan, amely, nincs véletlen olyanom, amelyik ranged damage-t ad. Az melyik a ranged damage-t? Ez. Úgyhogy ezt majd be kell küldenem, ezt ide külön adakom. Jó, az nekem az pont jó lesz. És akkor innen elvileg, így tök jó kilátok. Várj, ki tudok frankon lőni? Itt megpróbálok így. Aha, kilő, jó. Kilő, majd simán. Simán jó, gyerekek, nagyon jó. Oké. Nagyon jó. Nagyon jó, nekem nagyon tetszik, hogy ugye nagyon kevés mozgással. Várj, itt ezt még felupgrade-elhetném. Nem tudom, nehogy azt érezzék, hogy itt a jó világ van. Oké. Okay. Szupi gyerekek, szupi, nagyon szupi. Mindjárt 10 óra van. Na, akkor forrásokat szerintem meg lehet tenni, vagy téteket meg lehet tenni, hogy mit gondoltok, hogy túlélem-e én itt, vagy nem. Hogy fognak bejönni a zombik, mit gondoltok, tényleg. Seven Days to Die mágusok. Mit gondoltok, hogy fog zajlani a támadásuk? Tehát megpróbálják magukat básni lent a cobblestone-on, a fán, vagy pedig ide följönnek, vagy pedig, aki, ahogy írta valaki, hogy... Az lesz-e, hogy az alagúton fognak támadni, vagy az alagút teljesen nyitott szinte. Hogyha ott özönlenek le, akkor ugye végig tudnak jönni. Alatt kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok róla. Nagyon, vannak itt olyan játékosok, akik nagyon sok, több ezer órát beletettek a játékba. Mit gondoltok, hogy lesz a, hogy fog zajlani a támadás? Annyi, hogy még a létrát le fogom venni szerintem, hogy ne gondolják azt, hogy itt föl tudnak jönni, tudjátok. Úgyhogy ez még lehet, hogy az benne lesz.
Na, szerintem ez tökéletes lesz. Így várlak benneteket következő részbe. Mindenképp ezt föltöltöm ma, és írjatok kommentet, hogy mit gondoltok, hogy ez itt túlélhető-e, meg hogy ez jó-e ez a projekt. Nekem egyébként rohadtul tetszik. Azt tök tetszik, hogy ugye te le tudsz látni. Főleg, ha sarokra állsz, akkor konkrétan kettőre lelátsz instant. Tehát átjössz ide, lelátsz oda is, lelátsz oda is. Annyi, hogy egy kicsit zavaró lesz, nem tudom a rácsokat mennyire lehet eltalálni. Ezt ilyenkor eltalálja a rácsod, vagy mögötte csapódik be a golyó, várjál? Oda lelövünk. Nem. Ezen konkrétan nem számít a rács, tehát nem tudod eltalálni a rácsot lőfegyverrel, láttad? Mert ugye nincs is rajta javítás, nem lőttük rá. Az tök jó. Az nagyon jó. Az nagyon jó, hogy gyakorlatilag nem kell figyelned a rácsot, hanem így is lőhetsz. Mindjárt megmutatom, hogy nincs rajta javítás. Ez olyan, mintha nem lenne itt a rács, az konkrétan olyan, hogy nem lenne itt. Tehát így, akkor jó, ütőfegyvere meg nem lehet átütni, mert ütőfegyvere beleütnénk, ugye, várjál? Igen, ütőfegyvere. 1500 a izé. Én azt hittem 1000 a Cobblestone. Azt a betyár, gyerekek. Hát ez akkor nagyon profi. Akkor gyakorlatilag kívülre rakok régen rácsot, kapásba 3000. Jó, hát ez nagyon-nagyon adja. Egyébként ide fölülre is tudnék ugye rácsot rakni még egy sort, fektetve, aztán csácsomi. Ja nem, oda nem tudok rakni, mert ugye ez hiába egy rács, vagy egy ilyen vékony, akkor is ugye itt is elfoglalja a blokkot, mindenképp egy blokkot elfoglal. Na jó van, gyerekek, várlak benneteket a következő részbe, zombi horda, a második, már a piramisba, hát így, ahogy amúgy kész lett a piramis. Tényleg kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok erről az egészre. Azt a betyár egyébként innen leesek, akkor ez fájni fog. Egy párszor le fogunk biztos. Na, csácsomi csőtészta, jók legyetek, sziasztok!